Mindenkinek, aki eljött ide ma este színpadon a magas rovadást kapni, velünk még nagyon-nagyon sokat fogunk találkozni, és reméljük, ha velünk utaztok még nagyon-nagyon sok éven keresztül. Ki az, aki itt van velem, jöztök a kezekkel a magasba? Srácok, több mint 5 évről beszélünk, 6 év történetéről, és hogyha így gyorsan végigpörgetem ezt a 6 évet, akkor ez egy rendkívül gyors sikertörténet. Ti is így érzitek? Hú, hát alapvetően az van, hogy amúgy igen, de azt szeretjük mondani, hogy lépcsőfokonként mászunk felfele, reméljük még mindig. Ugye 2 évet játszottunk, vagy másfelet otthon Erdélyben, és nem is mozdultunk ki Magyarország fele, mert meg szerettünk volna jelentetni rendes lemezt, rendes hanganyagot, pár klippet, és azzal majd bedobbanni, vagy csobbanni. És úgyhogy igazából 4 évesek, tehát 6 évesek vagyunk, de lehet, hogy 4-nek is lehet mondani, és reméljük, hogy fokozatosan haladunk felfele. Hát ez a 2+4, azaz mégiscsak 6-ra jön ki, és hogyha ezt a 6 évet összefoglalnátok, és azt mondod, hogy szépen építkező volt ez a 6 év lépcsőfokról lépcsőfokra, azért mégis vannak kiemelkedő állomások, én azt gondolom. Tudom, hogy nehéz így megjelölni egyet-egyet. Így van, tehát annak ellenére, hogy rövid volt, azért mégis dinamikus volt ez a fejlődés a siker útján. Az első mérföldkő talán egész hamar a zenekar megalakulása után néhány hónappal következett be Kolozsváron, ahol egy ilyen silent formában kellett zenélnünk, ami azt jelentette, hogy mindenki volt egy füles, rajtunk is, illetve a közönségen is. És az akkor már kész volt az Add Vissza című dalunk, és a közönség olyan gyorsan elkapta, és elkapta a fonalat, hogy kívták a rendőrséget csendzavarásért egy silent partin gyakorlatilag, mert olyan hangosan üvöltötte a közönség a refréneket. Szóval ez volt az első ilyen meghökkentő sikerélményünk, ami körülbelül 200 kilométerre volt már a szülővárosunktól. Aztán a következő szerintem pont egy évre rájött, mondjuk a Tusványosi rendezvényen, ahol egy ilyen sátorszínpadon játszottunk, és ott örült meg a közönség. Aztán többit így most hirtelen nem tudnám, de azért kiemelnék néhány dolgot. Szerintem az MR2 akusztik felvétel a rádióban, akkor ilyen volt az első Budapest Parkos koncertünk előzenekarként, az első akváriumos koncertünk, a nagy színpadot mindenképp említeném, hiszen ott is sikeresen szerepelt a zenekar, illetve akkor volt először olyan élményünk, hogy Magyarországon addig csak Erdélyben tapasztalt méretű közönség énekelte velünk a dalokat a nagy színpad első fordulójában. A többi az már nem is tudom, hát lehet, hogy már nagyobbakat ugrálok, de nyilván az első műpás felkérésünk, az első önálló Budapest Parkos koncert, a második önálló Budapest Parkos koncert, az első nagy színpad a Campus Fesztiválon, szóval gyakorlatilag minden, tehát gyakorlatilag minden, igen, gyakorlatilag mindent tudnátok említeni, ti ebből tudtok töltekezni, mert azt látom, hogy a színpadon a maximumot nyújtjátok, tehát fizikálisan mindent kiadtok, de valahol mégis kaptok egy plusz töltetet, tehát ebből lehet építkezni, a közönségnek olyan ereje van, ami itt szellemileg azért tovább lendít? Így van, mindenképp. Bocsáss meg. Ne. Sőt, hát tehát csak ebből lehet építkezni, úgyhogy ha úgy állnánk színpadra, hogy a közönség nem szereti azt, amit csinálunk, akkor biztos, hogy nem olyan szájízzel jönnénk le a színpadról, vagy kelnénk fel másnap reggel, hogy ezt nagyon-nagyon folytatni szeretnénk. Nyilván a magunk szakállára igen, de hogy mégse lenne egy olyan pozitív töltete az egésznek. Így meg tényleg az van, hogy amikor lejön az ember a koncertről, és tényleg egy teltházas megőrülés volt, akkor még ha fizikailag elfáradva is, de mégis lelkileg feltöltődve szállunk le a színpadról, és a másnap reggel meg tele új ötletekkel vágunk neki a napnak, és tovább alkotjuk azt, ami szerintünk jó. Csendesen majd átélen, és arra jön napon szép szín.
Nagyon jó kialakult stílusotok, és van egy dalotok, hogy Olyan ő, azt nagyon szereti a közönség. Milyen a Bagosi Brothers Company? Az Olyan ő című dalban leírjátok, hogy milyen, de ti magatokat hogy látjátok? Szeretném, hogyha kívülről is így látszana, de mi elsősorban belülről egy ilyen családias közösségként értelmezzük és érezzük a mi kis társaságunkat. Igyekszünk is ezért egy csomó mindent tenni, ha veszekedések vannak, minél hamarabb kibékülni. Nagyon sok időt töltünk együtt, rengeteget utazunk a buszba, ezért mindig azt szoktunk mondani, hogy ha összeveszünk, akkor van elég időnk arra, hogy ki is béküljünk. Gyakorlatilag előfordul az is, hogyha nincs koncert, akkor is néha együtt lógunk, ha bár egyre ritkább, mivel általában koncertek vannak. Ez bőven elég. Hogy tudjátok ennyire jól működtetni ezt a bandát, holott azért van, akit Budapesthez kötnek a mindennapjai, van, aki maradt Erdélyben, ugye? Ez hogy lehet, hogy lehet ezt így összehangolni? Igazából szerintem tényleg csak attól függ, hogy mennyire akarja az ember csinálni. Tehát nagyon sok mindent fel kell áldozni érte, de próbáljuk úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, és mindenkinek a párjának, a családjának is jó legyen. Ugye nyáron, amikor összpontosul, és akkor van fesztiválszezon, rengeteg koncert, akkor egy olyan nagy házikóban lakunk, ahova a párjaink, családtagjaink is ki tudnak jönni, és velünk együtt tudnak lenni. Nekik olyan lehet egy picit, mint egy nyaralás, nekünk ugye munka, nyilván olyan munka, amit szeretünk, de amikor éjjel hazamegyünk, akkor velük tudunk együtt lenni. Ősz, tavasz, meg tél, az meg utazós, tehát tényleg aki hazamegy, az van olyan, hogy minden héten vissza kell jönnie, de alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy nem rosszabb ez, mint bármilyen más munka, annyi különbség, hogy mi akkor élünk rá, amikor egy átlagos munkahelyi dolgozó pont nem érne rá. Februárban jött ki a legutóbbi nagy lemezetek. Minden dalhoz csináltatok, készítettetek videóklipet. Ez szándékos is volt, vagy úgy gondoljátok, hogy könnyebben eladható a zene azáltal, hogyha van egy képi megjelenítése? Ezt a szokást már az előző lemeznél bevezettük. Szerencsére van egy ilyen házi videósunk, ha így lehet mondani, Shy Robi barátunk személyében. És már az előző lemeznél is szerettük volna, hogy legyen valamilyen képi anyaga a dalok mellé, hogy ne csak egy fotó lehessen, egy fotó alatt szóljon egy zene, mondjuk az olyan videó megosztó portálokon, hanem legyen egy képi világ, amivel esetleg egy kicsit pluszt tudunk adni, és ezeket általában mi gondoljuk ki, mi ötleteljük, Norbi sokszor a szereplő, illetve a rendező is a klipek esetén, és ezt a szokást folytattuk a harmadik lemez esetén is, továbbra is ezt szeretnénk folytatni ugyanígy. Ez egy nagyon sikeres album egyébként, és ezt nagyon jól futtatjátok így ebben a szezonban a nyár. Én ahogy néztem, a naptáratokat tele volt fellépésekkel, koncertekkel. Na innen hova tovább? Tehát, hogy még mindig nagyon jól működik ez a nagy lemez, de már ott van a következőnek az alaphangulata, meg a gondolata? És hogy ez is egy ilyen ráépítkező lesz az előzőkre? Igazából folyamatosan dolgozunk új dalokon, új ötleteken, mind a mellett, hogy koncertezünk, és nincs olyan nap, hogy valami újat ne találnánk ki. Szerintem mondjuk az első három lemez hasonlít, de ugyanakkor különbözik is egymástól, és mindig keresünk valami új kreatív dolgot, amit bele tudunk vinni az új dalokban. Az imént voltunk amúgy felvenni három dal stúdióban, úgyhogy idén lehet számítani majd egy pár új dalra. Tényleg az a lényeg, hogy mindig valami újat tudják kapni, amit te bele tudsz vinni a mondani valódba, vagy a zenétbe, akkor lesz számodra is érdekes, akkor lesz a közönségnek is új,
de mégis meg kell tartani azt, amit te vagy. Valahogy ezt próbáljuk, tehát igazából kreatívak próbálunk lenni a saját munkákkal szemben. Azért van felelőssége egy zenekarnak is, hiszen fiatalokat szólítatok meg, és nem mindegy, hogy ők mit kapnak tőletek. A dalokat Norbi írja, illetve írja a szövegeket, de szerintem megpróbálja minél őszintébben leírni az aktuális hangulat a következtében keletkező gondolatokat, és ezeket be lehet tenni egy ilyen képi világba, amiből aztán kikerekedik egy történet, de egy olyan történet, amely egészen plastikus, és bárki beleképzelheti a saját sztoriát, vagy értelmezheti többféleképpen, és igazából azt szeretnénk, hogyha a közönség ezt tényleg így érezné, tehát, hogy ez a dal, ez erről szól, másnak meg másról szól, de mindenféleképpen magáévá tudja tenni, magáinak tudja érezni, nem? Így írod a dalokat? Valahogy. Hogy írod a dalokat? Nem, igen, tehát valahogy nem mondunk valamit a dalokkal, hanem inkább kérdéseket teszünk fel, és mindenki maga... Próbáljátok inkább gondolkodásra bírni a közönséget a dalok által? Valami ilyesmi, igen, pontosan. Tehát nincs befejezése, nincs lezárása, nem akarunk konkrétan mondani valamit, hanem egyszerűen csak gondolkodjanak el azon, amit számukra nyújt az a dal, és az valószínűleg akkor viszi előre őket is, ugyanúgy, ahogy minket is tovább. És ezen belül meg vannak olyan dalok, amik tényleg nagyon, hogy meg nagyon nyitottak, tehát nincsenek konkrét dolgok benne fogalmazva, mondjuk nem egy megélt élményről írok, hanem csak egyszerűen tényleg az aktuális lelki állapotomat próbálom szavakba önteni. Az sokkal nyitottabb, aztán vannak ténylegesen olyan dalok, amik sokkal személyesebbek számomra, de azokat sem úgy írom meg, hogy az egyértelmű legyen, hogy mi van ott benne, hanem tényleg mindenki kapja meg önmagát, és csinálja meg a saját maga sztoriát, és találjon ki neki egy olyan véget, ami neki a legjobb. Kisvárosba jöttetek, nincs két egyforma fellépés, én azt gondolom. Mit hoztatok a lenti közönségnek? Milyen lesz ez a mai este? Hát nagyon-nagyon reméljük, hogy zseniális. Mindig az van, hogy január eleje fele, vagy mondjuk december végén összeállítjuk az év aktuális repertoárját, és nyilván díszítgetünk jobbra-balra, de alapvetően egy koncert tehát viszünk végig, vagy egy előadást a koncert sorozatainkon egy éven keresztül, és ugyanúgy fogunk ugrálni a színpadon, ahogy eddig is tettük, ugyanúgy oda fogunk csapni a gitárhúroknak, és reméljük, hogy a közönség is veszi a lapot, és ők is ugrálnak velünk együtt. Semmi nem fog kimaradni.